Igen, tisztelt polgármester úr, igazgató úr, kedves hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket az Ember Erőforrások Minisztériuma nevében. Cézanne egyszer azt mondta, hogy a Louvre az ő olvasókönyve. Nekünk a Magyar Nemzeti Galéria a képzőművészeti olvasókönyvünk. És a Szentendrei régi művésztelet pedig egy olyan könyv, ahol azt is megtanulhatjuk, hogyan születnek az alkotások. Az alkotáshoz nem csak ecsetre, vászonra, alkotóra és úgynevezett témára van szükség. Szükség van megfelelő háttérre is, mindazokra a körülményekre, amelyek biztosítják az ihletett alkotó munka megvalósítását. Ezért is újítottuk fel teljes körűen a régi szentendrei művésztelepet. Azt tudjuk a művészetellátó boltok eladóitól, hogy milyen a jó ecset, hogy milyen a jó festék és vászon, de mitől jó egy műterem? A műterem lelke a fény, az, hogy megfelelő módon világítsa meg a vásznat. A belső fény épp úgy megjelenik a vásznon, ahogy a festék is. Tehát nem csak magát, az impozáns módon felújított műtermeket adjuk át a művészeknek, hanem szimbolikusan a fényt is, azt a hitet, hogy van perspektíva a kortárs magyar képzőművészetben. A hagyomány szellemében annyit kérünk az alkotóktól, hogy műveikkel gyarapítsák a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. Gyűjteményét. Az így létrejövő kollekciót a MANK állami közgyűjteményeknek fogja majd térítésmentesen kölcsönadni. És most itt is láthatjuk a művészek műveit már is. Monet írta, hogy a virágoknak tartozik azzal, hogy festő legyen. Mi a nemzeti kultúránknak tartozunk azzal, hogy támogassuk a kortárs magyar képzőművészetet. Ennek szellemében adjuk át ma a különálló épületekben lévő 12 műtermet és a hozzátartozó 1 hektáros Duna parti parkot. A MANK, ahogy hallhattuk már itt, az állam 200 millió forintos támogatásával befejezte a tulajdonában lévő művésztelep teljes rekonstrukcióját, amelyet tavaly Balogh Zoltán miniszter úr át is adott. Most pedig már azt is tudjuk, hogy kik azok az alkotók, akik beköltözhetnek ezekbe a minden igényt kielégítő házakba, melyek a világ bármely művésztelepén megállnák a helyüket. Ahogy a nevezett alkotók is a világ bármely művésztelepén megállják a helyüket. 3 évre oly neves művészek nyerték el a lehetőséget a Magyar Mecénás Program pályázaton, mert hogy ez volt a pályázatnak a neve, mint például Aknai János, Antal Balázs, Baksai József, Bereznai Péter, Bojti Márton, Buhály József, Csáki Róbert, Kriszbai Sándor, Pető Barna, Nagy Barbara, Podmanicki Ágnes, Sós Kata, Balázs József Tamás és Kerezsi Nemere. Külön öröm, ahogy polgármester úr is mondta, hogy hölgyalkotók is beköltöznek ide a házba. Tisztelt hölgyeim és uraim! A történelem viharai 1920 után nem csak a nemzetet tépázták meg, hanem a festők képzeletbeli vásznát is. A határ túloldalára került Nagybánya. A nagybányai iskolát követő fiatal alkotók 1926-ban találtak rá Szentendrére, a város pedig tárt karokkal fogadta őket, és jelképes összegért egy pengőjét bocsájtotta rendelkezésükre a területet, ahol 1929 óta létezik a művésztelep. A szentendrei régi művésztelep újra régi fényében ragyog. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a MANG továbbra is hozzájárul majd a színvonalas alkotások létrehozásához, hatékonyan fogja segíteni a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését. Azt írja a Szinnyei Merse, hogy tudom, humorral kell élvezni ezt a jó és rossz világot, mert az élet egészben mégis nagyon szép. Ezt az optimizmust és derűt érezhetjük most itt Szentendrén, a felújított művésztelepen. Gratulálok a beköltöző alkotóknak, töltse el a szívünket ez az öröm. Köszönöm szépen a figyelmeket.